már 10, kezdődik az óra, de azért megyünk hajóval. Budapestre szerettem volna jönni, mert sokszínű város, és mindig történik valami. Az ELTE-re bejönni jó érzés, mindig ott várnak a barátok, de egyébként az órák is nagyon érdekesek. Én a gyakorlatokat szeretem a legjobban, ahol a világról lehet tanulni. Egyszerűen meg szerettem volna érteni, mi történik körülöttem a szűkebb és tágabb környezetemben. Szia, Sisi! Sietek órára! Itt van Emily az oktató, úgyhogy ha nem megyünk be, az ciki lenne. Kocsi, be tudtok engedni? A hallgatók kaptak 3 olvasmányt, amit el kellett olvasniuk, és ebből egyet ki kellett választaniuk, amiről reflektív olvasónaplót kellett írni. Ugye az előszokott fordulni, hogy nem mindenki olvassa el mind a 3 olvasmányt. Be fogják egymásnak mutatni, mert azok, akik esetleg nem olvasták a többi olvasmányt, csak azt, amiről írni akartak, azok is tudjanak róla. Egy gombás meleget kérek szépen. Szevasz! Ciao! Te ezen előadsz? Még első évesként jelentkeztem az Angelus Robert Társadalomtudományi Szakkollégiumba, és azóta rengeteg élményben volt részem. Konferenciák, workshopok, szakmai napok mellett rendezünk táborokat is, illetve minden évben a szakkollégium éjszakáját. Ha meg akarsz minket ismerni, oda mindenképpen gyere el! A hallgatói önkormányzat legfontosabb feladata a hallgatók érdekeinek a képviselete, ezért a szervezeten belül különböző bizottságok vannak, amelyek a tanulmányaitok során segítenek nektek, hogyha problémákba ütköznétek. Ezen kívül pedig próbálunk nektek olyan kulturális rendezvényekkel szolgálni, amelyek segítenek nektek beilleszkedni az egyetemi életbe. Ha a TATK-ra jössz, nem csak a tudományos életbe kapcsolódhatsz bele, hanem egy tök jó közösségbe is.